A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2013-ban vette át a Bátori üzemeltetését, és már akkor felmerült egy óvoda építésének szükségessége. Az előkészületek után tavaly márciusban tették le az épület alapkövét, idén szeptember 1-én pedig átadták a 945 négyzetméteres létesítményt. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az ünnepségen kiemelte, az elmúlt 10 évben 16 ezerrel bővült az óvodai férőhelyek száma Magyarországon. Ehhez az óvodai férőhely bővítési programhoz indítottunk el az elmúlt évek során egy újabb lehetőséget, mellyel az egyházainknak a támogatását szolgáljuk, és ők katolikus egyház, református egyház, sőt, most már az evangélikus egyház is csatlakozva ehhez, közel 200 új óvoda építését, illetve réginek a felújítását fogják megvalósítani, közel 100 milliárd forintból. Ez is segíti azt a nevelést, azt a közösséget, amit mindenképp szeretnénk támogatni az országban. A térség országgyűlési képviselője az átadón arról beszélt, hogy a választókerületéhez tartozó 33 településen számos oktatási és köznevelési intézmény épült, illetve újult meg. 24 iskola újult meg az elmúlt időszakban, és ha Isten is megengedi, a 8 óvoda felújítása mellett 13 új bölcsődét fogunk építeni. Mindez összesen mintegy 13 milliárd forintba került, illetve fog kerülni, mert hogy az intézmény felújítások 80%-a már elkészült, éppen tegnap adtuk át az iskola felújítást Nyírbogáton, illetve Fábián házán. A beruházáshoz az állam 475 millió forintot biztosított, a fenntartó egyházmegye pedig 30 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Azért tartunk fenn ilyen intézményeket, hogy hirdessük az evangéliumot, Jézusnak a tanítását, hogy az a fiatal, az a gyermek, az a kicsi gyermek, aki ilyen egyházi intézményben jár, ezt tanulja meg azt, hogy örök dolgaink is vannak, és nem csak evilági dolgokkal kell és lehet foglalkozni, hanem az örök dolgokkal is, és ezek az örök dolgok, ezek hétköznapiak. Akár az imádságunk, akár az egymás iránti jó akaratunk, a szeretetünk, a viselkedésünk. És hogyha ebben ez az intézmény tud segíteni ennek a városnak, Nyírbátornak, a mi egyházmegyénknek, vagy ennek a nemzetnek, akkor az már elérte a célját. Nyírbátor polgármestere szerint a városban és környékén élő kisgyermekes családok számára nagy segítséget jelent az új óvoda megnyitása. A városok legfontosabb feladata, én azt gondolom, hogy a 21. század elején, hogy biztos környezetet nyújtsunk a családoknak, biztos megélhetést, megfelelő oktatási, nevelési körülményeket. Ez az új intézmény, ebben segíti az itt élő embereket, nem csak a nyírbátori lakosokat, hanem a térségben élőket. Fontos, hogy az oktatásra nagy hangsúlyt fektessünk, és fontos ebben a különböző szereplőknek, a különböző partnereknek a jó és folyamatos együttműködése. Az óvoda 78 gyerekkel teljes kapacitással kezdte el működését. Nem jelentett gondot az óvodának a megtöltése, hiszen Nyírbátorban már lehetett tudni, hogy indul egy katolikus óvoda. Jelenleg 78 gyerekkel fogunk indulni, 6 óvodapedagógussal, 4 dajkával, és teljesen tele van az óvodánk, tehát már most nem tudunk fölvenni gyereket ebben az évben, nevelésében. Az épületben a csoportszobák mellett tornaszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek várják a gyerekeket. A szabadban játszó udvart, focipályát és pihenő övezetet alakítottak ki az óvodások részére.